kis Nikola jó hec volt. Ma délután iskolába menett, találkoztam Ászesztel, és ő azt mondta, te, mi lenne, ha nem mennénk iskolába? Mire én azt feleltem, hogy csúnya dolog nem menni iskolába, a tanítónéni megharagudna, és a papám azt mondta, hogy sokat kell tanulnom, hogy megálljam a helyem az életben, és pilóta legyek, és szomorúságot okoznék a mamának, és nem szép dolog hazudni. Mire Ászeszt azt felelte, hogy ma délután számtanóra lesz, mire én azt feleltem, hogy na jó, és nem mentünk iskolába. Nem az iskola felé indultunk, hanem szaladtunk az ellenkező irányba. Ászeszt elkezdett nagyon fújtatni, és nem bírt lépést tartani velem. Megjegyzem, Ászeszt nagyon kövér fiú, és folyton eszik, és ez persze zavarja a futásban, pláne, hogy én meg piszok jó vagyok 40 méteren. Annyi a táv az iskola udvar. Siess már, Ászeszt, mondtam. Nem bírok, felelte Ászeszt. Aztán csak annyit mondott, hogy én sem megállt. Erre én mondtam neki, hogy jobb volna, ha nem maradnánk itt, mert még meglátnak a szüleink, és akkor nem kapunk édességet vacsora után, és ott vannak a tanfelügyelők, és dutyiba visznek bennünket, és vízen meg száraz kenyéren tartanak. Na, amikor ezt meghallotta, Ászesz piszkosul összeszedte magát, és futásra kerett, de olyan gyorsan, hogy nem értem a nyomába. Nagyon messze álltunk meg, túl a Kompani bácsi csemegeboltján. Kompani bácsi nagyon kedves ember, a mama nála vásárolja az eperlekvárt, ami tök pipec, mert nincs benne mag, nem úgy, mint a sárga barackban. Itt már nyugi van, mondta Ászeszt, és kekszet vett elő a zsebéből, azt tette, mert hogy nagyon megéhezett a futástól, így rögtön az ebéd után. Ez jó ötlet volt tőled, mondtam. Röhögnöm kell, ha arra gondolok, hogy a haverok bent ülnek az iskolában és számtanoznak. Nekem is röhögnöm kell, mondta Ászeszt, és röhögtünk. Amikor jól kiröhögtük magunkat, kérdeztem Ászesztet, hogy és most mit csinálunk? A tudom is én, mondta. Talán elmehetnénk moziba. Ez is piszak jó ötlet volt, csak nem volt pénzünk. Találtunk a zsebünkben madzagot, üveggolyót, két darab tejgumit, meg morzsát. A morzsát nem tartottuk meg, mert az Ászesz zsebében volt és megette. Mondtam. Nem számít, a többiek akkor is szívesen a helyünkben volnának, ha nincs mozi. Aha, mondta Ászeszt. Engem nem is érdekel olyan nagyon, a sheriff visszavág. Aha, mondtam. Az csak egy cowboy film. És elmentünk a mozihoz, és néztük a képeket, egy rajzfilmet is adtak. Kimehetnénk a térre, mondtam. Csinálunk egy papírlasztit, és passzolgatunk. Erre Ászeszt azt mondta, hogy nem lenne rossz, de a téren ott a parkőr, és ha meglát bennünket, megkérdi, hogy miért nem vagyunk iskolában, és vissza a dutyiba, és jön a víz, meg a száraz kenyér. Ászeszt már a gondolattól is megéhezett, és elővette egy sajtos szendvicset a táskájából. Mentünk az utcán, és amikor Ászeszt megette a szendvicset, azt mondta. A többiek meg halálra unják magukat a suliban. Aha, mondtam. De különben is már későn van bemenni, büntetést kapnánk a késésért. Nézegettük a kirakatokat. A hentes üzlet előtt Ászesz felmondta az összes felvágottakat, az illatszerboltnál pedig pofákat vágtunk a tükörbe, de aztán gyorsan tovább mentünk, mert észrevettük, hogy odabentről minket néznek az emberek, és nagyon csodálkoznak. Az óraüzlet kirakatában láttuk, hogy hány óra van, és még nagyon korán volt. Tök baró, mondtam. Még bőven van időnk szórakozni, mielőtt hazamennénk. Belefáradtunk a gyaloglásba, és Ászesz mondta, hogy menjünk a Grundra, ott senki sincs, és leülhetünk a földre. A Grund? Az tök pipec. És azzal szórakoztunk, hogy kavicssal dobáltuk a konzervdobozokat. Aztán megúttuk a kavicsdobálást, és leültünk, és Ászeszt elővette az utolsó szendvicset a táskájából, egy sonkásat. A többiek most éppen a szöveges példáknál tartanak, mondta Ászeszt. Nem, mondtam. Ilyenkor van a 10 perc, kint vannak az udvaron. Abban meg mi a jó, mondta Ászeszt. Semmi, mondtam, és elsírtam magam. Most mit csináljak? Nem volt valami nagy hec ott ülni egyedül, nem tudtunk mit csinálni, és el kellett bújnunk az emberek elől. És nagyon is igazam volt, hogy iskolába akartam menni, a szöveges példákkal együtt is. És ha nem találkoztam volna Ászesztel, most pont kint volnék az udvaron, és golyóznék, vagy rablópandóroznék. És golyózni, azt nagyon tudok. Most mit bőgsz? Kérdezte Ászeszt. Most miattad nem rablópandórozhatok, mondtam. Na ez nagyon nem tetszett Ászesznek. Ki mondta, hogy velem gyere? Mondta. És különben is. Ha nem jöttél volna velem, akkor iskolába mentem volna, mindenről te tehetsz. Igen, mondtam Ászesznek, ahogy a papa szokta mondani, Tritikál bácsinak, a szomszédunknak, aki imádja bosszantani a papát. Igen,
felelte állsz ezt, pont úgy, ahogy Tritiká bácsi szokta felelni a papának, és akkor összeverekedtünk, ahogy a papa is Tritiká bácsi szokott. Amikor abba hagytuk a verekedést, pont megeredt az eső, és szaladtunk, mert a grundon nem volt hova állni az eső elől, nehogy megázunk, és a mama azt mondja, hogy ne álljak ki az esőre, és én majdnem mindig szót fogadok a mamának. Ász ezt meg én, beálltunk az óraüzlet kirakata elé. Zuhogott az eső, és csak mi ketten voltunk az utcán, nem volt valami kellemes. Vártuk, hogy végre hazamehessünk. Amikor hazaértem, a mama azt mondta, hogy nagyon kis sápat vagyok, és kimerültnek látszom, és ha akarom, holnap nem kell iskolába mennem. De én nem akartam otthon maradni, és a mama nagyon csalálkozott. Haha. Holnap állsz ezt meg én, elmeséljük a haveroknak, hogy micsoda hetsz volt, és ők baromira irigyelni fognak bennünket.